A kiskörösi NKSS-el felnőtt csapata a 2024-25-ös szezonban a Bács-Kiskun vármegyei másodosztályú bajnokságban szerepel. A korábbiakban az első osztályban szerepeltek a lányok, azonban az idén több oka is volt annak, hogy a másodosztályban neveztek. Kevesen voltunk, hát különböző okok miatt, ugye sérülések, meg egyéb dolgok, hát ugye kezdem azzal, hogy a kecskeméti lányok, ők négyen, 40 pluszosak voltak bőven, egyszer csak úgy döntöttek, hogy abba hagyják a kézilabdát, teljesen érthető. Ők nagyon jól érezték magukat itt, és én is örültem, hogy itt voltak, mert azért már kívéktől lehetett tanulni a kézilabdát a kicsiknek. Emellett a sérüléseknek és az eligazolásoknak köszönhetően is megfogyatkozott a csapat létszáma. A másodosztályban kevesebb a mérkőzés szám, így a kiskörösi felnőtt együttes ebben a bajnokságban lépett pályára. Eddig egy mérkőzést játszottak a lányok a Bács-Bokodi KSE otthonában. Összesen 5 forduló van, vagy volt is és lesz is, igen, összesen 5, abból páratlan számmal ugye 5-en vagyunk. Egyszer kimaradók voltunk októberben, novemberi meccsünket lejátszottuk, azt megnyertük Bács-Bokodon, 37-30-ra nyertünk, és tavasszal lesz 3 meccsünk, ez egy picit kevés. Mondjuk a 20 meccs az meg egy kicsit sok lett volna, én azért éreztem, hogy az egy picit sok. A kiskörösi NKSS-e felnőtt, illetve U20-as csapatainak játékosai heti 3 edzés alkalmával közösen készülnek a megmérettetésekre. A felnőttek előreláthatólag 2025. februárjában lépnek majd pályára a Nemesnád udvari NKSS-e otthonában.